A Kira meglátogatott Rómában. Tartsatok velünk a következő napok. Szeszélyes pillanatok. Igen. Első egész nap kezdődik, és a mai program, ezt még hozzátenném, hogy imádom azt, hogy ha jön valaki, akkor mindenkinek vannak ilyen különleges kérései, amik így eltérnek a tipikus turista látványosságoktól, és ez tök jó nekem is, mert emiatt így tudom mindenki más szemével is megnézni a várost. Én is nagyon szívesen megyek, mert még én sem voltam, csak a mindegy. A lényeg az, hogy Kira, hogyha elmondod a kérdést, tudom, most ez nem a best moment. Éppen öltözik a király egyébként. Nagyon jól tudok időzíteni. Igen. A tengerpartra megyünk. Nagyon izgatott vagyok. Szóval pizzát reggelizünk, és Kira nagyon szeretett volna buffalo mozzarellás. Nézzük, milyen a buffalo mozzarella. Nagyon finom. Isteni. És ez amúgy nem pizza, hanem focaccia, amin feltétek vannak. Szóval ez ilyen kenyér, vékony kenyér, amin pizza feltétek vannak. De nagyon jó. Szóval a pizza, csak nem pizza. Annyira jó, hogy ilyen crunchy. Szevasztok. Mi történt? Azt mondtad, hogy nagyon fitig, egy kicsit elalszok, majd hogyha ott vagyunk, akkor te tudni fogod, ugye? Te tudod, hogy megállod, mondom. Aha, persze, ne aggódj, nyugodtan aludjál minden utóbb. Most ehhez képest, és így ránézek, hogy nagyon merre vagyunk, mert konkrétan két megállónyira elmentünk az mellett, amit kellett. Igen. Arra keltem, hogy erre a legrosszabb kell, hogy rossz helyen szálltunk le. Szóval most próbálunk troubleshootolni, hogy ezt hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Szerintem menjünk vissza. Itt vagyunk a helyes vonat megállónál, és meg is van a buszjegyünk, és most már tényleg csak percek választanak el minket, hogy megérkezzünk a tengerparthoz. Igen! Konkrétan nálunk az van, meg csalán, itt meg azaz ismét szerencsétlen incidens állt elő, hogy elég éhesek vagyunk. Tehát mi úgy jöttünk ide, hogy ebédelni szeretnénk. De nincs itt semmi. Igen. Mert nagyon off-season van, tehát március, meg ami nyitva is lenne, annak meg a konyhája van zárva, mivel most nem mindig elfejtem, hogy hívják. Siesta idő van. Szóval popcorn meg chipset eszünk. Az a baj, hogy én legalább azt hiszem, hogy kicsit be vagyunk zárva ide, mert valami random busz jön, de fogalmunk sincs, hogy az milyen gyakran fog-e jönni. Most érdemesebb itt keresni valamit, ami esetleg nyitva van, vagy inkább visszamenni a pályaudvarhoz és valahol ott. Szóval most egy kicsit Igen. És fogalmunk nincsen, hogy egyébként jön-e busz, és hogyha jön, akkor utána mikor jön vonat vissza Rómába, mert arról sincs semmi fogalmunk. Mondjuk azért nem panaszkodok, mert itt élünk a tengerparton. Persze, nem arról van szó. Atom beach hangulat, csak hát nincsen kaja, és most már éhen veszek konkrétan. Én kíváncsi vagyok, hogy merre fog-e tovább menni ez a történet, és hogy fogunk hazajutni. Tartsatok velünk. Majd meglátjuk, igen, tartsatok velünk. Következő szituáció, hogy taxival akarunk visszavenni, mert nincs busz. Egy óra múlva jön a következő busz. Igen, 17:02-kor, de addigra ilyen is halunk, meg szét is vagyok most már kicsit. Igen.
most... Igen, Uber nem elérhető. Megkérdeztünk egy bácsit, hogy kérdezze meg, hogy esetleg van-e valami taxi, szóval. Igen, és most milyen, várjuk Lucifert, vagy nem tudom milyen neve, hogy angolul. És utána mikor van vonat, azt se tudjuk. Igen, azt se tudjuk, de szerintem az még nincs értelme elkezdeni nézni, mert az még olyan messze van. Egyébként egy olyan helyen vagyunk, ami amúgy gyönyörű szép, csak 40 fokba sziasztal nélküli időszakban lehet, hogy igen. Jó. 16:50-kor megy a busz. Uh-huh. Mit csinálja? Hát figyelj, ha te ezt megmered kérdezni, én annak nagyon-nagyon örülnék. Azóta az van, hogy kinézték nekünk, hogy 50-kor jön a busz, most olyan egész van, és még mindig sehol nincs a busz. És azt mondom, egy kicsit olyan érzésünk van, hogy soha nem fogunk innen eljutni. Itt fogunk ragadni örökre. Ez a tábla jelzi elvileg, hogy itt van a busz, ami tulajdonképpen egy leszakadt reklámplakát, és ott a tetején egy eltépett plakát, aminek ott van egy piciben, hogy busszal. Így már itt kezdődik a busz megállónak az állapota. Most a király éppen megkérdezi ezt a két pasit, hogy elvinnének-e minket. Mi történt? Oda mentem két kedves olasz pasihoz, és megkérdeztem tőlük, hogy elviszek-e minket a pályaudvarra, és hát úgy tűnik, hogy ők azok? Vagy nem, jön? Nem, most sétálnak oda a kocsiukhoz, és akkor ide hozzák. Úristen! És azt mondták, hogy elvisztek. Zseni vagy! Én ezt nem hiszem el. Megkérdeztem tőlük, hogy amúgy jön busz, és mondták, hogy szerintük amúgy nem jön busz. És amúgy szerintem se jön busz, mert konkrétan már itt állunk mióta egy húzat. Igen. És amúgy én szét is fagytam, jó szépen napon, divatosan vagyunk. Azt is megkérdezte, hogy a Rómába hova megyünk, de mondtam, hogy már nem kell elvinni. Az de jó lenne, vigyenek már emket. Oda is elvinnének. Vigyenek már Rómába. Csak egy kicsit, nem tudom, para lenne szerintem. Mondtam neki, hogy kifizetjük egyébként, azt mondta, hogy de nem kell, elvisznek. És ugye ez az olasz szeretet. Hogy mondják, ez vendég szeretem? Igen. Annyira zseni vagy, én nem mertem volna szerintem oda menni, szóval úristen, mondtam, köszi. Már a vesztünk. Igen. Majd minden mindegy. No, I'm from Rome, from the center. Megérkeztünk! Most szálltunk ki a kocsiból! Ezt nem is tudom, hogy ezt mondtuk el a videóban, de hogy elhozott minket. Elhozott teljesen minket konkrétan a Colosseumig a fiú. Viszont annyit akarok mondani, ilyen educational szinten, hogy azért ez azért elég veszélyes. Igen. Ilyet csinálni, és hogy azért nyilván nem normális az, hogy akárkit megkérni arra, hogy hozzon el. Persze. De hogy amúgy nagyon kedvesnek tűnt alapból. Igen. Meg szerencsénk volt, és tényleg ez egy nagyon, nagyon meg jó élmény volt. Rómában él, és ő is ment volna amúgy is Rómába, szóval nem csak az volt, hogy miattunk eljött ide, meg ilyenek, hanem azért ide tartott, és igen, tett igen. Ezt a igen, szívességet. Úgyhogy szívességet tett, és iszonyatosan jó fej volt. Tényleg, nagyon jó fej srác volt, úgyhogy megérkeztünk, hál' Isten. Igen, és megyük enni, mi és a franc? Nem tudom, hogy, de hallod, már nem ettünk szerintem 12 órája. Úgyhogy nagyon durva, és most Isten. Már mindjárt. Starving. És eljött a pillanat. Eszünk! Nos, egy kis narráció, ezután elmentünk Trastevere-be, ahol rengeteg beülős hely van, és iszogattunk egy kicsit, akire megismerte a barátnőimet, és többek között elmentünk egy olyan helyre, ahol viszonylag erotikus hangvételű satokat lehetett kapni egy ilyen kis csokike helyben, és ez egy nagyon szürreális, vicces élmény volt, szóval így kontextusba helyezve az volt az a furi hely, ahova megyünk. You can go to the bottom. Try, but you have to swallow. No. Only rule, okay? I will do it. I like it. I trust you. Please sell the muzzle too, please. Okay, well, also for you, you can cry, but you have to swallow. Yeah. And if you don't swallow, turn around and nod. Okay, noted. So, you have to take all in your mouth from behind. You raise it up, you bend, and you put it all in from the bottom of the cup, okay? To... Not too much. Okay. You don't want this is the one night stand, and this is the G spot. Cheers. In, all in. Break it and breathe your nose. No. Fuck. Inside is chocolate. I wasn't ready for that. Egg capsule. Yeah. I am thinking of drinking wine. Wine? Of course.
I would love to. Buon appetito. Wow. Nagyon jó. Jó reggelt, a tegnapi napon már este nem videóztam, mert az történt, hogy el kellett rohannunk a kirának antigéntesztet csinálni, és így az olasz rendszerben baromi bonyolult megkapni az eredményt, és ahhoz, hogy megkapjuk az eredményt, el kellett rohanni még egy patikába, az mindjárt bezárt, el kellett rohanni egy harmadik patikába, és ez így tiszta stressz volt, utána pedig este még elmentünk egy házi buliba, azt még mindenképpen szerettem volna ugye kira megtapasztaljon egy ilyen igazi olasz bulit, olaszokkal, stb. Viszont utána hazaértünk, és ő már ilyen egy óra múlva indult is a reptérre. Így nagyon kicentéztük ezt az egészet, nem tudom képzelni, hogy most mennyit fáradt lehet az utóbbi napokban. Én se aludtam kb. Semmit, viszont most 3:30-ig aludtam. Ő meg most nem aludt, de remélem, hogy hazamegy és végig alussza az egész napot. És igen, hazaért a kira most már épségben. Nagyon-nagyon jó, hogy itt volt, baromi jól éreztem magam. Tényleg az az energia, amivel ő rendelkezik, az ilyen eszméletlen. És így nagyon feldobta a napjaimat, és teljesen más perspektívába helyezte az itt létemet, szóval így nagyon-nagyon-nagyon jó volt, itt volt, nagyon jó volt látni. Most pedig a lányokkal fogok találkozni, egy rooftop helyre megyünk a spanyol lépcső környékére, szóval nagyon kíváncsi vagyok, még nem voltam rooftop bárban nagyon, itt Rómában. Előző vlogomban valaki kérte, hogy mutassam meg azt a pad thai receptet, amit csinálni szoktam. Szóval itt vagyunk, és megcsinálom a pad thaimat. Először fogjuk a mirelli cicapat, és betesszük a bowlba. Nem tudom, hogy így kell-e, de én azt szoktam, hogy beteszem, és még nem teszek bele semmi olajat, meg ilyesmi, mert úgyis még annyi vizet fog ereszteni, hogy még úgyse lesz ropogós, és megvárom, míg kiolvadjon szépen, és utána teszek alá olajat. Most jelenleg egy ilyen zöldségmixünk van, és edamámébab. Ezen kívül egyébként rákot szoktunk használni, viszont az sajnos pont nincsen, ugyanis mielőtt a kira elment, hazaértünk a buliból, ilyen kettő körül, és utána 4-kor indult is a reptérre. Éhesek voltunk, meg volt is időnk, nyilván neki ébren kellett maradnia, nem aludhatott be. Nekiálltam főzőcskézni, és csináltam rákos paradicsomos tésztát, szóval a rákunkat erre használtuk el. Egyébként nagyon fán volt, ilyen hajnali 2-kor azért nem józanon ott így gurméskodni. Miatt ez most egy vegetáriánus pad thai lesz, de azért ezt képzeljétek hozzá. Közben felvágok egy hagymát, és mondjuk 2 gerezd fokhagymát. Ugye pad thaiban nem kell olyan mega giga picikére vágni a hagymát. Jön az olívaolaj, a hagyma. Fokhagymákat csak átpréselem, mivel most nincs kedvem felvágni őket. Zöldségeket kicsit sózom, borsozom. Közben elkezdek forralni egy adag vizet. Csináljuk meg a szószt, aminek az alapja egyértelműen a szójaszósz. Én ezt most csak így érzéssel fogom csinálni. Utána teszek bele egy 1/2 lime-ot. Jön bele friss gyömbér felkockázva picire. A szokásos sriracha csípős szósz. Őrölt bors. És egy kis paprika por, mert miért ne. És a tojás. Ezt mutatom, hogy fog belekerülni. A serpenyő közepén hagyok egy kis helyet, és általában 2 szoktam, de mivel most nincs rákunk, egy kis extra proteinért lehet, hogy most 3 fogok. Beleverem a 3 tojást, és fogok 2 pálcikát, és így felkeverem. Közben ezt is külön sózom, és borsozom. És ahogy elkezd megsülni a tojás, úgy fogom szépen összekeverni a zöldségekkel. Forra vizünk, veszek egy adag tésztát, beleteszem egy nagy lábosba, és magát a lábost nem is kell a tűzre tennem, csak ráöntöm a forró vizet,
lefedem mondjuk egy 6 percre. És a szószomnak egy részét ráöntöm a zöldségekre, beletettem a tésztát. Talán a legnehezebb rész az egészben az, hogy jól elkeverni a tésztát a zöldségekkel. Egyébként a szószomban még magyaróvajat is szoktam rakni. Az most nincs, csak mandulavaj, szerintem a mandulavaj az annyira nem passzolna ide. Még teszek egy kis ilyet, kis olyat, de egyébként lassan már kész van. Ami jó a tetejére, az koriander, szezámmag, vagy tört magyaró. Nekünk most egyik sincs. Gyakran van az nagyon, hogy kicsit túlfőzöm a tésztát, és nagyon összeragad, és nagyon puha, de ez még olyan tök jó rágós. Al dente, pad thai. Egy olyan részén vagyok a városnak, ahol még soha, és itt van mellettem egy pláza, amin csigák másznak fel. Az eddigi romantika epizódokban is mind végigkövethettétek a bicikli történetemet. Azóta annyi update történt, igen, ugye mind a ketten vettünk egy biciklit. A Márkét ellopták, aztán ő vett egy másikat. Az enyém az jó volt egy darabig, de aztán már egyre kibírhatatlanabb lett használni, mivel nekem nagyon sokat kell felfele mennem. És ez egy nagyon régi bicikli volt, konkrétan a váltója ott alul volt, csak a lábammal tudtam bükkölni. Kicsit olyan rossz oka volt, az volt az embernek az érzése, hogy mindjárt összeesik alatta, stb. Viszont nem volt olyan jó élmény használni, és azért csomószor, hogyha nem volt kedvem ezzel bénázni, akkor inkább nem biciklivel mentem, hanem mondjuk Lime-mal vagy ilyesmi. Felismertem, hogy ez így nem jó, és ezért pár hete eladtam a biciklit. Egyébként tök jó ahhoz képest, csak 10 euróért adtam olcsóbban, és úgy örültem, hogy megszabadultam tőle, majdnem ugyanannyira, mint amennyire vettem. Nem foglalkoztam ezzel a problémával körrel már egy ideje, viszont ma úgy voltam vele, hogy ez így nem mehet tovább, kell nekem egy bicikli, most elmegyek egy bicikliért, amit találtam, remélem jó lesz, azért is jó, hogy megvan ez a felvétel, hogyha meggyilkolnak, akkor ez itt meglegyen, mert azért viszonylag kiebb kellett jönnöm a városba, új környék, nem ismerem, stb. Stb. Szerintem nagyon szép, meglátjuk, hogy jó-e is, nagyon remélem. Mert én ilyenkor rettegnék azt mondani, hogy nem jó, még akkor se, hogyha nem jó, mert aj, már eljöttem idáig, most miatt, blablabla. De szerintem jónak néz ki, egyszer kipróbáltam, és most menjünk vele rendesen. Tök oké. Okay.